Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Sok levélben, amit kapok, különböző írásokban visszatérő kérdés az, mi lesz akkor, miről fogok beszélni, hogy fogok nyilatkozni, ha egyszer elfogy a téma. Ilyenkor mindig így nézek egy nagyot, valahogy így, és nem nagyon értem a dolgot. Illetve értem, de mégsem úgy értem, hogy a kérdező gondolja. Na most szerintem a téma, amiről lehet beszélni, az soha nem fogy el. Ez olyan dolog körülbelül, mintha azt feltételeznénk, hogy holnaptól elfogy a levegő, elfogy a kaja, elfogynak az emberek Magyarországon, vagy a világon, stb. Tehát mind-mind valóban egy valamilyen szinten elméletig lehetséges dolog, de hát szerencsére kicsi mindegyikre az esély, nagyon-nagyon pici. Hát erre is nagyon kicsi az esély, hogy elfogyjon a téma. Téma mindig van. Elég, ha kinézel az ablakon, elég, ha nézegeted a tévét, elég, ha körülnézel a lakásodban, elég, ha beszélgetsz valakivel, és már is lesz téma. A téma minőségét ugye azt lehet kritizálni, a téma fajtáját is lehet kritizálni, ugye abból a szempontból, hogy kit érdekel, vagy kit nem érdekel. Na most, én a videóimat sohasem amiatt csináltam, hogy az lett volna a legelső szempont, azt nem mondom, hogy nem szempont, de nem az a legelső szempont, hogy mennyien nézik meg. Ha van már olyan gyakorlatom ez a teltett időszak alatt is, azért látom, hogy melyik, milyen témájú videóim a nézettebbek. Ha ez lenne a cél, akkor marha egyszerű dolgot tudnék csinálni. Például belemegyek különböző engem kritizáló emberekkel egy szájkaratéba, higgyétek-e, van hozzá tehetségem, egy érzékem, hogy elhúzzam ezeket a dolgokat, és olyan szintre vigyem, ami egy elég jó nézettséget produkálna, vagy itt az alattam folyó kommentpiacon is beleállhatnék egy-két emberbe, ugye ezt nyilvánosan felolvashatnám, vagy kiírhatnám ide, és azt is tudom, hogy ennek is nagy lenne a nézettsége, hogy az embereket nagyon-nagyon szórakoztatja. Viszont egy fontos dolog valamiért elsősorban ezekben nem megyek bele, úgy gondolom, hogy ezek az emberekkel nem egy szinten szállok ki egy liftből egy épületbe, és ha belemennék ebbe a szájkaratés ide-oda üzengetős dologba, aminek se eleje, se vége, pontosan azon a színvonalon lennék, mint ők is, azt meg ezt szeretném elkerülni. Tehát ezért nem megyek az ilyen témájú videóba bele. Hogy választok témát? Teljesen véletlenszerű az egész. Mondom, jövök, megyek a lakásomba, kimegyek az utcára, nézelődök, és valami mindig van. Persze, ugye a friss hírekben rengeteg ugye bulvár esemény van, amiről van véleményem, és tudom, hogy nagyon sok embert érdekel. Az, hogy ez a vélemény kivel mennyire egyezik, na ez az, ami abszolút nem tud engem érdekelni. Elmondom a saját véleményemet, aztán vagy egyetértesz vele, vagy nem. Nyugodtan lehet kritizálni különböző formákba, mint ahol alattam látszik is, van ilyen is, vannak teljesen másfajta vélemények. Általában, amikor emberekkel találkozok, és megteszik a megjegyzéseiket, valahogy ez a fajta stílus, ezt többször is elmondtam, ez ahogy hiányzik, amit alul tartok, legtöbbször azt mondják, hogy nem mindegyik videóval értenek egyet, ami teljesen normális dolog, minden embernek más a véleménye. Tehát ez, hogy mi lesz akkor, ha elfogy a téma, ilyen nem lesz. Ha arra gondol valaki, hogy mikor hagyom abba esetleg ezt a videózgatást, kurva egyszerű tömör választ tudok ráadni, akkor, hogyha meg fogom unni. De ennyi az egész. Abszolút nem érdekel, sem a nézettség. Olyan szempontból, hogy befolyásolja, hogy abba hagyom, vagy nem. Abszolút nem érdekel az, hogy most milyen visszajelzéseket kapok itt a komment szekcióba. Teljesen hidegen hagy. Amíg ez engem valamilyen módon szórakoztat, addig csinálni fogom. Hogy miért, ugye? Óriási tévedés, hogy az anyagi haszonszerzés lenne a motiváló. Ha valaki kicsit tud számolni, utána nézni, pontosan tudja, hogy körülbelül ezzel a fajta nézőszámmal milyen összeget lehet keresni itt a YouTube-on. Hát arra, hogy valaki megéljen belőle, azért az édes kevés dolog. És mint mondottam, szerencsére van más bevételi forrásom is, nem pedig ez. Tehát nem ez motivál elsősorban. Nem is az, hogy mindenképpen szerepelni akarok, ezt már mondtam, már párszor nem is értem, meg volt az életemben, sőt, néhányszor kimondottan terhes az a dolog, amikor valahol ugye megismernek is ennek a következményt az ember viseli, de hát ez ezzel jártudomásul vettem, nem ez.
Egyszerűen szeretem ezt csinálni, jól esik elmondani a véleményemet, és marha jól esik azok a fajta visszajelzések, és ebből van sokkal-sokkal több, akinek valamit ezek a videók segítettek valamiben. Nyilván nem gyökerestől változtam meg senkinek se az életét, viszont egy-két olyan dolgot el tudok mondani, hogy talán valamit tud profitálni. Ugye a témaválasztásnál sokszor előjön az, hogy visszatérek bizonyos témákhoz. Igen, ez így van. Ezt sem mondtam már, hogy miért, több okból is. Egy, rengeteg új követőm van, vagy új nézőm, aki nem biztos, hogy látta ezeket a régebbi videókat. Ráadásul ezek a témák még most aktuálisak, fontosak, főleg szerintem egyre fontosabbak, és mellette, ugye, de ezt is elmondtam, és ezt is kritikaként kaptam meg, hogy mert ugye megváltoztatom a véleményemet. Erre mondtam azt, hogy ki nem változtatja meg valamiben a véleményét. Sarkosan biztos, hogy nem, illetve nagyon kevés esetben változik meg a véleményem. Emberekről lehet, hogy teljesen másfajta benyomást szerzek, mint amit én gondolok. Egy adott témáról, például arról, hogy itt tudom én egy szórakozó helyen, hogy tudnak emberek viselkedni, biztos, hogy nem változik meg a véleményem, mert sajnos tapasztalom még napjainkban is ezt a dolgot. Az, hogy közben vannak olyan dolgok, amik ezt kicsit más szemszögből is engedik nekem megnézni, az viszont biztos, és ezekről szoktam újra-újra meg újra beszélni. Az, hogy ez valaki unja, ez van, ne nézze. Mint mondottam, maga a lájkok, diszlájkok aránya, az, hogy most milyen hadjárat indul vagy nem indul ellenem, ez is teljesen idegen hagy. Nem szoktam semmi ilyesmivel foglalkozni, tehát pontosan leszarom ezt a dolgot. Mint mondottam, amíg kedve van, csinálni fogom. Tehát ez, hogy nem találok témát, ez számomra egy elképzelhetetlen kategória. Igenis, mindig fogok témát találni. Mondom, elég körülnéznem magam körül. Hogy nekem ez mennyire nehezen jön, vagy nem, van olyan, hogy éppen nincsen hangulatom videót csinálni, de akkor anyám is a picsám, mert tudom, hogy kb. Egy másfél óra múlva, két óra múlva biztos, hogy valami ötletem támad, és hirtelen beugrik. Tehát soha nem szoktam ezeket erőltetni, ezeket a dolgokat, míg ha úgy is jön le valakinek, hogy valami erőltetett. Ha erőltetettnek jön le, az azért van, mert valamit úgy gondolom, hogy olyan szinten bele élem magamat, amennyire nem kellene, és vagy olyan szinten részese vagyok valaminek, aminek nem kellene, és kicsit ilyen túl erőltetett izgalmi állapotban, vagy feszültség alatt beszélek róla, ami talán lejön. Nem motivál ez soha, hogy aznap meg kell lenni a videónak. Egyszerűen tudnék, sőt, többet is csinálni egy nap, csak teljesen felesleges. Is tudom, hogy nagyon sokaktól hosszú távon már unalmas vagyok. Ez is benne van ebben a dologban. Tudomásul vettem, nem érdekel. Az sem érdekel igazából, hogy most leiratkoznak, feliratkoznak. Elsősorban nem érdekel nyilván, mint mondottam a nézettségnek, hogy többen vagyunk mindezelőtt, mit tudom, egy fél éve. Ennek mind-mind örülök, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, de nem mérvadó. Ugyanígy csináltam a videókat 10 000 feliratkozónál, ugyanígy csináltam 30 000-nél, ugyanúgy csinálom a közel 70 000-nél, és ugyanígy fogom csinálni, remélhetőleg, ha lesz több, akkor is. Egy esetben nem, mint mondottam, ha az egészet megunom. Vagy olyan helyzetbe kerülök az életem során, hogy nem lesz rá abszolút időm. Így is sok mindennel töltöm a napjaimat, nem itthon ücsörök, és azon elmélkedem, hogy milyen videót kéne csinálni. Ami kicsit ilyen bonyolultabb szerkezetű videók, tehát füzegetnek le, össze kell füzegetnem részeket, vagy beleteszek képeket, így is nagyon-nagyon egyszerűen jönnek ki időbe, de egyelőre még megoldom, és jól esik ezeket. Rengeteg, mint mondottam, olyan visszajelzést kapok, és ez a több, mint az, hogy a jó kurva anyámat, ami igenis igazol abba, hogy nagyon-nagyon sok embert érdekelnek ezek a videók. Még azok is jól esnek, amikor valaki azt mondja, hogy esténként ugye bekapcsolják a YouTube-ot, és az én hangomra alszik el a család. Ez is egy szempont, fantasztikus, inkább erre aludjon el, mint valamilyen hülye horrorfilmet, vagy pedig valami akármit nézegessenek. Elmagyarázok a háttérbe, nyilván, ha nem annyira kelti fel az érdeklődést, akkor nem fasz a altató hangom van, ennek is nagyon-nagyon örülök. Mindenképpen valamiféle pozitívum, ez is. Tehát témát mindenképpen fogok találni, úgyhogy aki nem nagyon szeret, ennek ellenére pedig rendszeresen néz, ugye ilyen perverziója van, annak el kell, hogy keserítsem az életét, még jó ideig itt leszek. Egyelőre ugyanúgy érzem magam a videókészítésre kapcsolatban, mindezelőtt másfél-két éve, amikor elkezdtem az egészet. De
tehát semmi más sem változott, témák azok mindig lesznek, köszönhetően ugye a bulvárnak is, és köszönhetően annak, hogy, hogy élünk, és az ország, és a környezetünk folyamatosan változik. Hogy milyen témák kerülnek előtérbe, nem tudom, elmondtam, hogy lesznek olyan sorozatok, amiket így csinálgatok, akár a kidobó sztorik, akár különböző ilyen konfliktus helyzetekből adódó egyéb dolgok, amik így újra-újra elő fognak jönni, attól függéppen milyen hangulatom, vagy milyen behatások érnek ezzel kapcsolatban, és igenis lesznek olyanok is, amit annyian nem szeretnek, szeretnek, köztük például ugye a kaják bemutatása, különböző éttermek, gasztró videók, különböző szálláshelyeknek az értékelése, és mindenféle irányban. A téma akkor szűkülhetne be nagyon, ha én olyan ember lennék, aki specializálódok valamilyen adott irányvonalra, de ugye ezt, ahogy látszik a videóim skálájából, ilyen nincs, tehát mindenről beszélek. Tudom, még egyszer tudom, hogy vannak, amik izgalmasabb témák sok ember számára, de azt is tudom, hogy ami a nagy átlag számára nem izgalmas, akkor olyan réteg is van, akinek viszont az, és nagyon sokan szeretik. Kérések, kívánságok, ezzel szeretném zárni ezt a videót. Nagyon sok megkeresést kapok, főleg küldözgettek nekem olyan videókat, amik különböző szórakozó helyeken, különböző konfliktus helyzetekről vannak felvéve. Párat szoktam használni, azt ugye meg is látjátok, de nagy részt nem ez motivál. Ha abszolút nem, nincs hozzá fűzni valom, akkor nem fog belőle videót csinálni, mert felesleges, nincs értelme. Ha egyéb dolgokba kértek tőlem témákat, el szoktam nagy részt olvasni, de azt a fajta hozzáállás, hogy ne erről csinálj videót, hanem arról, ez már eleve egy rossz megközelítés, ugyanis, mint mondottam, nem egy cool automata vagyok, hogy bedobod felül a témát, azt alul meg kijön a videó, hanem az nekem is kell egy bizonyos indítatást és egy bizonyos fajta olyan érzést éreznem, hogy nekem erről érdemes videót csinálnom, tehát így ez nem fog működni. A másik az, hogy egyelőre senki nem mondja meg nekem, hogy miről csinálok videót. Szponzorált tartalmak lesznek, elég sokan megkeresnek ezzel, azzal, amazzal, valami nem működik, valami működik, ezt is vegyétek tudomásul, hogy ez ilyen dolog, nem fog kidobálni semmiféle pénzt az ablakon, és még egyszer nem mondom, soha nem mondtam, hogy nem lesznek szponzorált tartalmak az oldalamon, azt mondtam, hogy egy időben, hogy akkor még nem voltak. Na most témaválasztás még egyszer utoljára, mindig aznap vagy előtte van, döntöm el. Videókat előre egy hétre nem szoktam gyártani, akkor, hogyha tudom, hogy nem fogok ráállni, maximum egy-egy nappal előre szoktam készíteni. Mindig friss, aznapi vagy előző napi dolgokkal, vagy olyan történésekkel foglalkozom, amik aznap érnek. Lehet, hogy régebbi dolog, de aznap szereztem be a tudomást, és aznap éreztem egy olyan fajta indítatást, hogy ebből nekem nem ártana egy videót csinálni. Tehát zárva a videót, téma nem fog elfogyni, úgyhogy ezentúl is élvezhetitek a társaságomat. Hát aki meg nem élvezi, annak azt kívánom, hogy ne élvezze, ha neki jó esik is ennek ellenére nézeget, de mindenkinek attól függetlenül köszönöm szépen a támogatást, és azt is, hogy valamilyen formában néhány videómat megszemléli, megnézi. Köszi a figyelmet, mindenkinek kellemes napot kívánok, sziasztok! Eneos, Japán első számú motorolaja. Importálja a Sakan Metal autóalkatrész.